A novemberi EGRI világkupa győzelme után jó formában és éremszerzési reményekkel utazott a lengyelországi Európa-bajnokságra a nyíregyházi versenyző. Az EB másfélszeres szorzóval számított a paralimpiai kvalifikációs sorozatba, így Varsóban ott voltak a kontinens legjobbjai. Mivel Tarjányi István a karszakákban a harmadik helyen áll a világranglistán, csak a legjobb 16 között kapcsolódott be a versenybe. Én örülök, hogy kiemeltként kezdem ezeket a versenyeket, mert a poolmérkőzésekben 5 állatig mennek az asszok, és 5 állat az nagyon kevés. Ott nem, én úgy gondolom, nem igazán jön ki új a tudás, tehát ott kis szerencse is van, a zsűri függő is, most 1-2 állaton múlnak az asszok 5 állatot elérni, az nagyon gyorsan megtörténik. A egyenes kiesésen pedig 15 állatig megyünk, ott pedig jobban kijön a tudás, és én ennek nagyon örülök. Meg nem kell ott végig úgymond szenvednem idézőjelbe, hanem azonnal egyenes kiesés, és ott készülhetünk az ellenfelekkel. Tarjányi egy ukrán, egy angol és egy francia versenyző győzött le magabiztosan, a döntőben pedig a paralimpiai bajnok lengyel Kaszróval került szembe. A végig kiélezett csörte 15-14-es hazai győzelemmel zárult. Nagyon élveztem a finálét, és nagyon örülök, hogy ennyire kiélezett volt a helyzet. Mind a ketten láttam Kaszrón is, hogy ő is rendkívül koncentrál és rendkívül feszült volt a helyzet. Több mozdulás is volt, ő is kapott piros lapot, többet én is ugyanúgy kaptam több piros lapot, ami azt jelzi, hogy mind a ketten annyira kiélezett helyzetbe hoztuk a másikat is, hogy muszáj volt ennyire ott pattanásig feszült helyzetben kezelnünk ezt az egészet. Egy találaton múlt, én is vezettem, ő is vezetett asszok közben, a végén egy talál döntött, majd legközelebb az én jobbamra fog ez dönteni. Amikor utolsó talált megvolt és videózták vissza, én akkor tudtam, éreztem és tisztában voltam bele, hogy ő nyerte meg. Kicsit szomorkodtam, utána viszont nagyon boldog voltam és nagyon örültem, mert én Európa-bajnokságon még nem nyertem érmet, most sikerült és az óriási öröm számomra. Pákai Béla tanítványa az egyéni mellett csapatban is szerzett egy ezüstérmet. A magyar válogatott a franciák és a németek legyőzése után a döntőben az olaszoktól szenvedett vereséget. A mesteredző szerint tanítványának az ellenfelek mellett a ránehezedő nyomással is meg kellett küzdeni a kontinens viadalon. Az EB előtt 2 héttel volt az Eger, világkupa verseny, amit István megnyert, és nyilván egy ilyen verseny után kimondatlanul is elvárások vannak, hogy az EB-n is akkor jól kell szerepelni, és át kell tudni menteni a formát. És itt az volt a lényeg, hogy István nem hagyta, hogy nyomás alá kerüljön, és nagyon profin tudta kezelni ezt a szituációt, és tényleg tökéletesen teljesített az Európa-bajnokságon a teher ellenére, tehát ez nagyon nehéz volt. Tarjányi István a jövő hétvégén még harcba száll az aranyéremért a budapesti országos bajnokságon, aztán egy rövid pihenő következik. Jövőre 6 kvalifikációs világkupa versenyt és egy világbajnokságot rendeznek. A nyíregyházi versenyző jó úton haladt Párizs felé, jelenleg a 2. helyen áll a paralimpiai kvalifikációs ranglistán.